Hé, hey, ide néz édes, mindenem szerelemrélyes. Ehhez hasonló veretes sorokat énekelt az a úriember, aki most a vendégünk. Azt gondolom, hogy a Magyar Rock and Roll egyik intézménye, és nem Deák Bill Gyula. Szendrei Zsolti Sasza a vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és ugye Tiboraink itt vannak. Félig meddig debreceni vagy? Kérlek, kezdjük ezzel a beszélgetést. Kezdjük az elején. Azt nem nagyon tudjátok, hogy 1981-ben én még kerékpároztam a Fradiban, és a tiszántúli körversenyen akkor ifiként 12. helyen voltam itt, tehát itt a, tudom, hogy a... Ez volt az első debreceni élményed. Igen, igen, így van. Hát jó, nyilván előtte is volt már, csak az ilyen gyerek részről, de ez a mai napig megvan a nagy könyvbe. Fel lehet lapozni, 81. május 15-én, ifiként 12. voltam, ugye itt azért tudni kell, hogy kettő darab hegy volt összesen, az a vasút fel átjáró volt. De, azóta sincs több. Azóta sincs több, így van, ez volt az első élményem, aztán igen, tudjuk, hogy a Técsi földje, tankcsapda földjén vagyunk most, és azért elmondhatom azt, hogy budapestiként, budapesti zenekarként kiemelkedő barátsággal bírok, és bírnak itt a Zilásségtól elkezdve Nyitrai Zoliékon keresztül, Sándor Tomi, de talán Dombi Tivist lehet emlegetni, hogy az, hogy a Sex Action budapesti zenekar volt, de itt Debrecenben van a legkeményebb mag, még mindig. És azért az nem semmi, hogy most már majd 30 év után is egyébként hihetetlen mód jó barátsággal bírunk, és valószínűleg ez így lesz tovább is. És akkor, hogy kicsit csináljunk reklámot, ugyebár más aspektusa is van a te debreceniségednek, egy friss projektről beszélünk. Így van, jött a Covid, és akkor ugye hát elsőre dőlt a zenész szakma, tehát minket vettek ki először. Mindenki, az összes zenész a Facebookon sírt és nyavajgott, hogy Isten, mi lesz most, mit fogunk csinálni, meg fogtam a telefonomat, van ilyen kis ceruzám hozzá, és elkezdtem rajzolgatni, és Pércsi Sanyi volt, aki így felkapta a fejét az elején, és mondta, hogy nem akarsz egy kiállítást, és akkor az inkognitóba elmentünk, és csináltunk egy ilyen rajzos kiállítást, aztán már ugye sokadjára jöttem megint Debrecenbe, szeretek itt lenni, az Arizona falán fönn vagyok egyébként, az nagyon megtisztelő dolog. A Jim Morrison mellett, vigyetök király, jó, meg a Lukács mellett, igen. És a harmadik, negyedik alkalommal mondta nekem, hogy figyelj, van egy zenekarom, a Blues from Hell, nincs kedved énekelni? Hát mondom, mutasd meg, ízé volt. Mondom, ez tök jó, dehogy nem. És igen, elindult egy olyasfajta dolog. Nyilván mindenki azt gondolta, hogy amikor a Zoralból kilépek, akkor rengetegen mondták, tanácsolták, hogy jó, de akkor csináld meg a saját Zoralodat. Viszont nem azért jöttem el a Zoralból, hogy újra azt csináljam. Nyilván nem. A Sex Action. Hát így van, a Sex Action el van, az Actiont megcsináltuk, ott ugye vadi új tagok vannak, már fiatalok, fiatalabbak, mint én. Egyházi Gábor, Szabó Tomi, Sümegi Tomi, tök jól el vagyunk, örömzenélünk, nem görcsölünk azon, hogy most lesz-e turné, vagy kivel kell fellépni, vagy valami, hanem van kedvünk, csinálunk egy pár számot, és zúzunk, mint az állat. És akkor a Blues from Hell így belépett a képbe, és végtére is én azért is vállaltam el, mert egy, nagyon szeretek itt lenni Debrecenben, kettő pedig egy teljesen új utat fogok most találni, hiszen mindenki, mondom, nyilván azt gondolná, hogy azon mennék tovább, mint amit az Oral csinál, de azt nem akarom. A Kori fölment Pestre, én meg lejöttem, és akkor a füzes abonynak pacsizunk. Igen, 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 sok sikert kívánok egyébként neki ezúton is, és valami teljesen új világ lesz most ez, mert azért a blues mindig is közel állt hozzám, nyilván az X-Action révén ugye sokszor játszottunk ilyet, de hát az Oralban is voltak blues noták, tehát én szerintem most egy olyan világ tárul majd ki, vagy nyílik, és ebben nagyon bízok, és nagyon hiszek, ami még nem volt, és egy járatlan út megint. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy figyelj, ennyi idősen mi a francnak kezdek el nekiállni. Nem, én öreg emberek vagyunk, mi nem mondhatunk ilyet. Meg egyébként is, hát de sportolók vagyunk. Szerintem téged is életbe. Te az egyfajta emberek, mint Lukács, így meg te is, hogy ha nem lenne zene, ti már lehet, hogy... Így van, de ugye annak idején volt az a Golyó nevű film, amiben Miki Rurki volt a főszereplő, Önpusztítók, az volt a címe. És ugye azt mondta, hogy figyelj, az, hogy kapunk pofont és földre kerülünk, az egyértelmű. Nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy hányszor és hogyan tudsz belőle fölállni. Igen. És ugye
Szerintem ez a sportemberi teljesítmény. Föl kell állni újra és újra. Ez egy hozzá élet szemlélet is. Így van. És hol tart most ez a projekt? Ha jól tudom, már készen van egy anyagotok. Így van, így van. Rögzítettünk öt nótát, öt vadi új nótát. Magyarul tök király az egész, tehát nekem nagyon-nagyon bejön. Mondhatjuk azt, hogy blues, de én mondanám azt is, hogy ilyen rockabilly, tehát és teljesen közel. Bocsánat, de én hallottam, elnézést. Hála jó Istennek, hogy hallottam. Nem, az más, Pécs is annyi megmutatta, nyilván nem kiadván a dolgot. Tehát ez csak tévében mondjuk el, nekem nagyon tetszett. Van ebben a rockabilly, meg ilyen táncolható rész. Igen, is. Igen, te rock and roll az egész, és borzalmasan közel áll hozzám, tehát abszolút, még a szövegek is jól abszolút. Álljam. Így van. És ugye, te ne vigyorogják is, Lila. Lila, azt akartam mondani, hogy most kutyaszorítóban vagy, mert DVSC ja, és újra szorítom. Ja, tényleg, hoztam neked valamit. Igaz, hogy már mondtad, hogy kaptál egyet, de azért egy Dombi Tibi mez azért még ott elférhet szerintem. Wow, na, ezt tőle kaptam, de én simán tovább. Dombi Zolinak kaptam az utolsó. Kinek? Zolinak volt. Az kicsoda. Miért nem ismerünk. Valami dobos. Valami bukott dobos. Köszönöm, megtisztelő. Ott egy Dombi Tibi mezt, úgyhogy úgy látom a Sex Action ex tagsága, vagy volt tagsága, vagy mostani tagsága, mindig gazdagodik. Ereke gyűjtő vagyok, és úgyhogy nagyon szuper. Nagyon szépen köszönöm. De hol tartottuk? 8-9 évvel ezelőtt a Nyitrai Zoliék, és akkor itt igen, akkor rátérhetünk arra, hogy tulajdonképpen a zenészség azért átfogó közönséget bír, és ugye hát a zenei pályafutásom és karrierem során azért rengeteg szurkolói táborral nagyon-nagyon jóban vagyok. Nyilván ez egy teljesen más dolog. Mindig mondtam nekik, mindig a lilák szoktak jönni, hogy ultravilla, boldog vagyok. Hát senki se lett tökéletes barátom. És ahogy megbeszéltük, hogy akkor a meccs napján nem kell haverkodni, másnap megyünk a kocsmába, Tibi azt mondta, hogy aznap. Így van. Tehát meccs után. Mert én egyébként azt gondolom, hogy példaértékű a magyar hozzáállás, a szurkolói tábor. Mert amikor 2016-ban is megmutatkozott, hogy a magyar tábor igenis képes összeállni, igenis félre tudjuk tenni a hülyeségeket, attól függetlenül, és most például Fradisként, nyilván tudjátok, de például amikor nem kértem engedélyt a grupamába arra, hogy a Szőkét, ugye a vezér újpesti szurkolót, amikor elment, megemlítsem. És hát majdnem kellett raportra mennem térdepelni, de én azt gondoltam, hogy tisztelettel álljunk egymással szembe. Mert a Hipós Feritől elkezdve, a Szőkén keresztül mindenki legenda, és ha valami tényleg megmutatkozik, akkor tényleg az volt, hogy az egy szív, egy zászló. Egy zászló alatt egy szív, és amikor Párizsba végigment a magyar tábor, annál szebb a világon nincs. Így van? És akkor ott volt mindenki. És mindenki ott volt, mindenki képviseltette magát Magyarországról, sőt még ugye hát a környékbeli de is. De a zene pont ilyen, én is, mikor elmegyek egy koncert, egy rockkoncert, bemegyek a tömegbe, és akkor mindig oda jön, biztos, hogy van köztük egy fradista, vagy egy újpest, és akkor mindig, hogy te utáltunk téged, vagy valami, de... Hát én is ezt akartam neked mondani. De már tudod, hogy kinek adod tovább ezt a mert? Nem adom tovább. Meg az, hogyha már azt a zenét szereted, akkor már te jó csávó lehetsz. És akkor már igazából a rockzene az összehoz az emberek. Igen, az egy egységet ad. Lehet, hogyha mit tudom, a piacon találkozok, akkor ad a tockos és úgy marad az egész, de mivel rockzene volt, ezért hát figyelj, most erre tényleg mit lehet, mind a ketten sok borsot törtetek az orrunk alá. De ezt úgy gondolom, hogy ezen emelkedjünk már följebb, de nem ez a dolog. Hát hiszen sportolók vagytok, tettétek a dolgotokat. Igen, az ember részében téged úgy hívtunk mindig, hogy kerekdombi mesék, mert mindig elszaladtál valódan, azért aztán utána összeestél a 11-esnél, ezt vagy kaptál, vagy nem. Mutattak, szaladtak, fújták be. Igen, ez jó név. Szurkolók meg pont azokat hiányolják most, hogy nincsenek azok a Lipcsei Petik, akiket lehetett... A vezéregyéniség. Vagy a Kovács Zolit, akit lehetett szívni. Ezeket egy kicsit úgy hiányolják. Vannak jó focisták, de nem fogod mondani, hogy jó, te hülyetök mag. Vagy akár nem fogod mondani. Jó volt, amikor beálltam, Debrecenben játszottunk a grupamába. Még már a végén, és már debreceni játékosként. Akkor említettelek egy akkor pár szóval. Csereként beálltam akkor Debrecenbe. És mondták, hogy Lila, ma? Igen, és az egész tábor, ott álltam, és akkor végig mondták, hogy Lila, nem mondom. Ja. És esküszöm, jó érzés volt. Lila prostituált. Én ezt szeretném nektek elmondani, hogy speakerként két zseniális élményem van, mert azért van ugye szabályni, ha rá kell szólni, mert amikor unatkozik a két tábor, akkor elkezdik szidni egymást. De szerintem ezzel nincs semmi baj.
Mert ez régen is így volt. Nem? Így van, igen. Így van. Most ezt mondják, hogy figyelj, hogy nem lehet csúnyán beszélni a stadionban. Hát, hát de figyelj, egy színházban is rondában beszélnek, és a gyerek nem a stadionból fogja eltanulni a dolgokat. Illetve azt mondom, hogy a stadion, az micsoda? Hát vegyük alapul, hogy a görög félszínházból a rómaiak megcsinálták az arénát, az arénában gladiátorok küzdöttek, állatokat, embereket öltek. Ott nem volt olyan, hogy hajrá, gladiátor. Hát, ez volt, nem? Igen. Így van. Ez a modernkori része. Itt kiadja mindenki a gőzt, kikiabálja magából az őrületet, és szerintem ez kell, ez hozzájárul, és kétszer éltem meg azt a dolgot, hogy rá kellett szólni a Lilákra, mit tudom én, mert kellett, mert ilyenkor van ilyen szabályzat, hogy mit szabad, mit ne, csúnyán beszélnek, tudod, ilyen izé. És akkor rájuk szóltam, és akkor az egész Lila tábor egy emberként kiabálta nekem, hogy kussoljál, kussoljál. Figyelj, én annyira örültem neki. Mert ott is vannak haverok, meg így nyilván tudják. A másik a Honvéd tábor volt, ők már kétszer szóltak vissza nekem, az a kicsit már durvább volt, mert a BZ bemondó, nekem énekelt, hallod, egy tábor. Hanem zseniál, így van, ezzel nincs gond, az ég világos. Sőt, azt akartam kérdezni, hogy volt olyan meccs, ami ugye emlékeidben megvan, hogy mondjuk nem az, hogy a Honvéd tábor szidott, hanem a saját tábora, vagy az egész maga mérkőzés, nem a szidás, hanem maga a mérkőzés olyan volt, vagy ilyen extázisban volt. Egyértelműen volt, tényleg a most már azért 11 éve vagyok speaker, és hát egy meseszerű történet volt, mert otthon ültem, csörgött a telefon, mondták, Üllői 129. Jaj, de jó, mert meg akartam kérdezni, hogy kerültél képbe, és akkor meg is vagyunk. Csörgött a telefon, 20. Gyere, fie, van fél órát talált ki, hogy mivel lehet tüzet csinálni a stadionban. Fél óra? Mondom, gyufával. Arra nincs ki. És bementem, hát bemenni az Üllői 120-on, nyilván tudtam, hogy mi az. Bemenni a úristen, tehát Albert Flória falom, meg az összes legenda, meg minden. És akkor mondták, hogy figyelj, itt van, ez szerdán van, oké, szombaton első meccs, Honvéd meccs, kikaptunk 3-0-ra, és akkor a Honvéd tábor, ez a 30 srác, kiabálta, hogy nincsen hangotok, parasztok, nincsen hangotok. És ott álltam a mikrofon, nem, nincs hangunk, de hogy nincsen hangunk, én vagyok. És akkor mert mi akkor is bajnokok leszünk. És a másnap a Népsport megírta, hogy ő még életében nem látott ilyet, hogy vesztes Fradi meccs végén kiálltak az emberek és énekeltek. És tehát ilyenek voltak. Tehát utána... egy énekes kell speakernek felkérni. Hát igen, igen. Nehéz volt egyébként a vérmes szurkolóba átmenni speakerbe, mert még akkor még lent álltam a partvonal mellett, és volt, hogy elszaladt velem a szekér, mert... Volt valami, ugye, hogy valami nem oda írt. Az első 5-6 évben én voltam a legtöbbet büntetett speaker, tehát ez egyértelmű. Mi is volt, amikor, nem tudom, azt megírta a szintén, hogy meg az is meg volt írva, igen. Az ilyen sárgalap Grusz Tamás, 26-os lábok Grusz Tamás sárgalapot kapott, szerintem nem volt az. És jött az SMS, ne, csinál, nem. Bírom nem szabad, így van. Meg volt olyan is, hogy ezek után... Ergelt a szurkolókat. Ezek után kitaláltam azt, ugye nem szólhatok, mert én vagyok a speaker, és akkor a 4-es, 5-ös, 6-os szektornak az Albertben megtanítottam, hogy én azt mondom, hogy Margit, akkor ők meg mondják egy emberként, hogy normális. És akkor valami hülyeséget fújt a bíró, és akkor elmondtam, hogy Margit, és mögöttem megszólalt a 3 szektor, normális. És akkor is jött egy idő után az SM, fiam, még egy Margit, röpülsz a picsába, de komolyan. Hát azért voltak kalandok. De most már egy kicsit belesimultál? Tehát persze, hát azért most már beletanul az ember. Most azért most, pont az NSO most csinált egy ilyen sorozatot, hogy az összes speakerrel így beszélgettek, és akkor ugyanígy sztoriztunk meg minden, és hát igen, persze, hát nyilván nem volt megszabva, hogy most van-e kalap, vagy sapka a fejemen, vagy nincs, tehát nincsen szabály, de nyilván tudni kell. De mondom, hogy a vérmes szurkolóból hirtelen nyilván tudod, az átmenni, az nem egy egyszerű dolog. Nehéz váltani. Hát ugyanaz, amikor én oda kerültem a Naplóhoz, és sportújságíróként elkezdtem dolgozni, és akkor... Hogy... És anyáztál a... Hát, de aztán törölni kellett, tehát hogy nem, nyilván, hát, hogy nehéz azt megszokni egy kicsit próbálni... Disztingizélni. Tehát, hogy egy kicsit, mint egy kívülálló, vagy hogy nem kívülálló, hanem egy objektív. Kicsit objektív. Hát, így van. Még a debreceniségről van egy legendás sztori, amikor a Beatrice-vel
turnéztatok. Hű. A Sex Section tagjaként. Volt itt egy szállodai szoba. Nem, hanem a MÁV. MÁV szálló? Én sportszállóra emlékszem. Jó, de te volt. Nem, az másik volt. Az kettő is volt. Mi történt ott? Meséld el. A Hiroshima. Úgy hívtuk, hogy Hiroshima. A debreceni Hiroshima. Volt. Igen. Én nem tudom, hogy mi történt. Figyelj, ez olyan dolog, amikor a végén majd lepereg a filmem, és tényleg azon pillanatjában. Annyi minden extra lesz benne. Mert mindig mondják, mint a Hangyási mondta mindig, hogy mert megint be voltál rúgva. Én nem emlékszem ilyenre, hagyjam a hülyeséggel. Nem szokott emlékezni. Az egy legendás Sex Action-ös megnyilatkozás, mert azért... Hát itt Debrecen, és azért rengeteg helyen játszottunk, de hát a Teormozitól elkezdve, tehát tényleg azok legendás dolgok voltak. Figyelj, tényleg az volt, hogy elmentünk, lefeküdtünk aludni, szerinted a kóbolyok, a Jézi Veszten csizmán. Fölébredtem, minden reggel úgy ébredett fel a Sex Section a turnéba, hogy jó reggelt kívánok, személyigazolványokat kérem ellenőrzést. Fölvettük így a kalapot, így fölhúztam, hogy mi van, már megint? Jézi volt, jó, odaadtuk, és annyit tudok, hogy a Nagy Feró is jött, és nem én voltam, mondja ezt a rendőrnek, és utána akkor látom, hogy figyelj, minden szekrény be van rúgva, le vannak tépve az ajtók, össze van, és egyébként korrekt zenekar volt a Sex Section, mert ezek után oda mentünk, és akkor megmondtuk, hogy jó napot kívánok, volt 16 tévé, volt 40 ablak, tudom én, 30 ajtó, igen, és akkor volt 50 szék, meg 10 asztal. Oké, mondták, hogy hát ez ennyi, nem fogtuk, kifizettük, és akkor mondták, köszönöm szépen, nem kell többet jönni. De hát hogy jöttünk el jövőre, mert akkor is volt turné, hát a következő alkalommal úgy jöttünk el, hogy a Somjai Miklós és Népi zenekara. Tehát amikor meglátták a kóbolyokat, hogy ezek megint itt vannak. Tehát Sex Action néven nem lehetett jönni. Nem, egyébként én úgy tudom, hogy innen Debrecenben annak idején valami 3 vagy 4 évig ki voltunk tiltva. Városból? Persze. És, de akkor is itt voltunk. De játszottatok. Feló is mondta, hogy oké, imádunk, meg szeretünk benneteket, de hát, ne lakjunk egy helyen. Igen, ők pihenni akartak, mi viszont nem. Hát nem lehetett, hát ránk törtek a lányok, hát most mit lehet akkor csinálni? Hát jó ilyen zenekar, hogy a Sex Section, hát most mit? Hát igen, borzoltuk az idegeket, tehát abszolút. A Blues from Hell-re visszatérve nagyon-nagyon tetszik, hogy a gondolatisága és a szövegek is hasonlóak. Nem én írtam, Sanyi írta, tehát még remélem, hogy fogunk írni, sőt, tehát azért megokosodtunk tegnap is, tehát hajnalban is. Nem csak zenét írtunk, hanem szövegeket is, de teljes mértékben olyan gondolatiság van benne, ami számomra nagyon közeli, tehát csajozunk, igen. Hát ez 50 felett a legjobb szex, csak elmondom. Így van, 50-szer. Így van. És ugye Sanyi hívott, hogy esetleg nem csatlakozok, és mondtam, hogy hát én már sajnos eljöttem onnan, és akkor meséltem neki, hogy 1990-ben jött ki az első Sex Section. Igen. És mondta, hogy hát képzeld el, én nem egészen 18 évesen ezen szocializálódtam, és üvöltöttük a kocsiba a zenét, és akkor mondtam, hogy te jóságos Isten, most már ezt úgy mondanak, egy hím, soviniszta, nem PC, de akkor olyan természetes volt, hogy térdelj elém a porba. Fogjál engem a rogra. Tehát, hogy ez akkor úgy, hú, de van, és most meg már azt mondanak, hogy fúj, ezt nem, még itt nem lehet meg. Tehát, hogy megváltozott a világ, lehet, hogy előnyére, de nem biztos. Te hogy érzed ezt? Hát figyelj, a fiatalok most nagyon csúnyán beszélnek. Most nézhetünk, úristen, hallod, mit úristen? Hát az édesanyádat mi vittük el annak idején, aztán ezért, hívja apunak. Te meg csodálkozol, hogy ki ez a lány, hallod, hagyjad már, hát ne csodálkozzál, ne szaros G-t csináld meg, ahogy a gangsta mondta, ezért, már bocsánat, de szabad csúnyán beszélni? Nem, de most mindegy, akkor már fűtjük, ha nem, azt mondd meg az élet, meg téged, ne csak pazarod a véred, na, hát érted? Ki ez a lány? Nem csodálkozni kell, fogd már meg ezt a lágd a falhoz, hát így a lány. Igen. És emellett egyébként szerintem ugye 94-ben, ugye, amikor a Sex Action Action-re váltott, akkor azért az bedurvulás, így van, akkor megszólalni, csúnyán beszélni, és kimondani azt, ami tényleg talán van. Talán nálatok volt először kiírva, hogy szókimondó szövege. Szókimondó szövege, így van. Vigyázott. Az ütött. De hát könyörögöm, most már 21. század van. Én azt gondolom, hogy a Sex Actionbe például ilyen szinten nem lehet belekötni, mert ott azért fegyverem csövét vedd a szádba. De ott nem volt káromkodás. Nem, pont egyáltalán. De mindenki tudta, hogy miről beszélünk. De nagyon jó utalások volt. Ott kiírta a szövegeket.
Hát nagy részében először a Mátyás Attila, mindig úgy történt a dolog, hogy mondták, hogy Sasza, mit csináltál tegnap? És akkor elmondtam a sztorimat, és akkor egyedülök, így van, és akkor otthon éjszaka, a Michelle White Sex Actionre vesztett el a szüzességét, csak hogy tudjátok. Tehát, hát igen, hatással voltunk a dolgokkal. Így van, drága. Csókoltatjuk ezután, hogy megvan. Beszéltünk a kerékpáros múltadról. Az miért szakadt félbe, mert tehetséges kerékpáros voltál, még a Fradiban is? Ezt azért igazából nem mondanám, nem én ilyen segítő voltam, tehát a most azért a Walter Attiláék meg ilyenek, tehát az egy full magas szint. Figyelj, én megmondom miért, jött a literes kőbányai. Arra gondoltam amúgy én is. Ez volt, ami miatt vége szakadt a dolog. Nem volt még akkor literes. Minden most elmondom neked, hogy 1984-85-ről beszélünk körülbelül, mert én addig minden, akkor jött a literes kőbánya. Igen, ez egyértelmű, sőt, inkább 82, mert a érettségiz nem kellett volna, és azt mondta a Fallenbücher Imre, drága jó Imre, az edzőm, hogy Szendrei, ha lenne női szakosztályunk, akkor még nem volt, akkor maga lenne a hegyi bajnok, mert csak elég lenne a csajokat fölállítani, ez menne föl, mint az állat. Mondom, ez így van egyébként. Én nagyon jó vízhordó voltam, segítője voltam. Töröcsik Istvánnak hívtak egyébként. Hogyha a kerékpár szeretete, a sport szeretete, az megmaradt? Meg, a kerékpár az volna még? Meg, persze. Én tudom csak én. Mindenféle mentális, pszichés és egyéb ilyen problémákból. Hát figyelj, a rock and roll nem szépségápolószer. Azért ez rajtad is látszik, meg rajtatok is látszik, de igen, mindig kihozott a dologból. Azért vegyük hozzá, hogy az Önpusztítás című lemezünknél azért rendesen adtunk magunknak. Nemrég volt egy riport, pont erről beszéltem, hogy figyelj, ebben nagyon sok pályatársunk belehalt. És két lehetőséged van, amiről beszéltünk, vagy fölállsz, és mész tovább, és csinálod. És amikor a Bringát elővettem, tehát voltak angyalaim, azt tegyük hozzá, nagyon barátok, akinek mondtam, hogy figyeljetek, ha nagyon gázos vagyok, akkor már szóljatok. És amikor az ember ivott, akkor azt mondták, hogy Zsolti, gáz van. És nem egy nap, hanem rengeteg sok nap telt el. Évek, mert fölállni bazina nehéz. És ahhoz nagyon-nagyon nagy akaraterő kell, például az is, hogy 20-as években, 20 éves voltam, akkor akartam halott rockstar lenni, tehát az ilyen izé volt, hogy hú, de marha jó lesz. Igen. Hát a 27-esek klubjához csak csatlakozni. Mióta Elvis meghalt, azóta tudjuk, hogy a halott rockstarod el a legtöbb lemez. Végre meggazdagodhatnánk. Volna, ja, igen. A többiek. De úgy volt az egész dolog, hogy amikor fogtam megint a Bringát, és akkor mentem 30 métert, elkezdtem szédülni, hány ingerem lett, kiköptem a belemet, akkor is valahogy mindig, és egy olyan típusú ember vagyok, hogy én fölfele szeretek menni, nem szeretek lefele gurulni Bringával, az életveszély. Hát 80-90 nem mész lefele, hogy belemész bármibe, akkor taknyolsz, mint az állat. Én fölfele szeretek menni, akkor is, hogyha beledöglök. Ezt vegyétek úgy, hogy van egy oszlop, és akkor azt mondom, hogy nem érdekel, figyelj, ezt odáig elnyomom, ott leszállok a francba, nem érdekel ez a szar, ízé volt. De amikor már ott vagyok, akkor jön a következő oszlop, hogy most már odáig, és fölküzdöm magamat, fölmegyek, kiköpöm a belemet, szarul vagyok, ízé, de akkor, amikor fönt vagyok, akkor meg azon, hogy még akarok tovább menni. Hát az akkor a adrenalin löket, hogyha valamit megcsinálsz, közben rossz, de ha fönt vagy, akkor igen. Jó. Igen. Egyébként az, hogy valaki ugye rock and roll életmód is mellett a sporttól, szerintem az a túlélés záloga is. Tehát, hogy szerintem nem akarok általánosítani, de akik hamar elmentek, szerintem azok nem mozogtak mellette. Tehát van a bulika, meg van amikor olyan nap, amikor meg sportol az ember. Ez szerintem mindenki ugye. Így van. A napokban sajnos búcsúztunk Ricky Church-től, a Junkies-nak a legendás basszusgitárosától, de említhetném a Molly Zsolton keresztül azokat az embereket, vagy a Cipőt a Republikból, akik elmentek. És azt gondolom, hogy azzal, hogy frontember vagyok, hogy kínálok a színpadon, valamilyen szinten példát kell mutatni. Úgy, ahogy ti is sportolók. Hogy ezt csinálni kell, ezt tenni kell, tovább kell menni, mert
befele beállni a földbe. Ez az, azért odamész egy buliba, mi van, ezért csináld, ezt így ad, ezért. Olyan szarokat ittam egyébként életemben, mint az állat, gondolod, amikor apám legjobb pálinkája. Ó, az a legveszélyesebb. És, de ugye nem csak a pálinka, hanem a mindenezés, bemindenezve. És akkor ez a közeget ki kell zárni, de lehetetlen, mert folyamatosan mész és jönnek rá. De ezt kóstold meg, mi van, nem, vagy ezért nem iszol meg. Ismeritek ezt. Nem vagy férfi. Igen, de ezt valamilyen szinten úgy gondolom, hogy ezt el kell utasítani, még akkor is. Hát képzeljétek el, hogy tényleg ugye az ora végén, meg mármikor volt, hogy odafigyelt az ember, az elején ittam. Tehát elmúlt az az idő, tehát megcsináltunk mindent. Nekem, én úgy gondolom, hogy nekem már nem kell itt keménykednem, hogy én vagyok most az ezért. Különben is most már, mit tudom, 6. X jön, állítólag. És akkor, amit 20 évesen megcsináltunk, azt már ennyi idősen nem tudod megcsinálni, de szerintem nem is kell. Nem. És amíg odajön a csávó hozzám a végén, hogy mit kész, szaszál, mondom, figyelj már hozzám egy fél literes szódát, szomjas vagyok. Tényleg. Egy ember nem jött még vissza azóta, hallod? De itt a roncsban is volt olyan, jött a csávó, elment. Szerinted miért? Mert másnap megkérdezik, szaszával együtt ittam. Igen, és mit ittatok, hallod? Vizet. Persze. Ki hiszi el? De úgy gondolom, hogy ez az, amivel kell tovább menni, hogy az ember nem kell tudni nemet mondani. Szerintem az életben azoknak az a dolgok. Abszolút, persze, nagyon, persze. Nagyon. Hát a bringámon ezeket az ilyen komputer, meg tudod, ilyen mérja, ízét, meg ezt, én bosszantó mérőnek hívom. Hát mert tudom, hogy 18 évesen hogy mentem, tehát emlékszem, hát ilyen 40-es átlaggal mentünk, meg mit tudom, most meg csak így nézem, és Jézus Mária, 22-t is alig érem el, mert egész, és léhegek, mint az állat. Persze, de nem is ez a lényeg, hanem csinálni kell. Tenni. No, és az Atletico Madrid szeretete, azt mondtad, nem ismered azt az embert, de a Gangsta Zolitól jött? Mert nem. Sokkal előbb. Tehát te hamarabb voltál, mint ő? Akkor még reálos volt, nem? Amikor te már... Ezt meghallja. Soha többet nem lehet. Igen, akkor neked annyi lesz, mert... Zoli, remélem hallottad, azt mondta, reálos volt. Ezért kapni fog. Átküldöm neki, lesz majd. Nem, az biztos, hogy sose volt. Tehát hogy jött az a helyzet, most gondolkodnom kell, de V betűs volt, és olasz játékos volt, és az Atletibe a partvonalról rugott gólt. És nekem az egyszer így megragadta az izéből. A szöglet izéből fogta magát, leszaladt a kapus, nem tudom, hol volt. Vieri. Én nekem onnan indult az egész, amikor én ezt megláttam. Igen. Hát és az Atletiben hány millió év telt el úgy mindig, de ugye ez mindig az, hogy nem csak akkor szeret, mint az amerikai fociban a 49ers-es vagyok, tehát ez is 90-es évekből jön, és San Francisco vicces, Joe Montana, a hidegfejű Joe, aki kétszer megfordította a Super Bowl-t, ez az utolsó 30 másodpercben, ez az mi. És ott is jöttek olyan időszakok, amikor ugye nem volt elől a csapat, és akkor is az ember ilyenkor nem tántorodik el. Akkor kell legnagyobb szurkoló. Nem leszek New England szurkoló, mert most az azért, mert elondottam. De, jó. Én akkor szerettem meg őket, amikor jók voltak, de most már nem most szeretem. Halok, és most ugyanúgy most szeretem. Most tankabén szeretem. Most már reálos vagy gangsta. Én már most 18. Jó, az amerikai foci egy picit távol álló tőlünk nyilvánvalóan, de igen, az Atletico-ba is ugyanazt szerettem meg, hogy figyelj, Barcelona, Real Madrid, állandó, teli pénzzel, királygárda, ézéből, jó, oké, hiába Puskás öcsi, bácsi, akkor is. Tiszteljük, szeretjük. De nekem nem ézéből. Egyébként az Atletico-ba Újpest játékos volt, a Faradi játékos nem is volt egyébként, egy újpesti volt, most nem is tudom a nevét, de például nekem azt tetszett, hogy a szegények csapata, meg ez a szimpatikus. Hát a nem a pénztől megy, nem a pénztől, hanem ettől. Igen. A szívtől, a lélektől. Meg sokkal a matracosok az onnan van, hogy az első mezőket matracból, azért lett piros fehér, mert nem volt mezők, és matracból letépték, és akkor abból szabták. Így van. Tehát azt vágjátok azt a legendát, hogy elméletileg a Fradinak az első legenda, városi legenda, hogy lila zöld volt az első mez. Csak de az szép lehet. Városi legenda. Csak a szertáros néni elvitte először kimosni, és a lila szín kijött belőle. Ki tudja. Már majdnem eljött. Kezdtünk így, hogy ezt végre egy sztori, és sajnos ez egy poén. Hát, városi legenda, én ezt nem tudom. Jó, elhiszik. Jó, de neked azért ezt tudnod kell, szóval a Megyeri útra mi jártunk, mert ugye egyszeres amatőr jégkorong bajnok vagyok, a Rock'n'Roll Cannibals-szal, Zolival. Igen.
Zoli rávett 94, vagy gyere már, le jégkorongozni. De mondtam, én görkorizok, az ugyanaz. Szerinted azért, mert palánktól palánkig fejjel mentem, csúsztam a izé, meg eltaláltam életemben először a korongot, megtapsoltak a csapattársak. De lőttem gólt, izé, one timer gólt lőttem egyszer. Volt amatőr bajnokságunk lett, és tök jól lett az egész, és tényleg izé. A Big Daddy Laca is játszott benne, nem? Nem, hanem a Végvári Ádám a Neotomból, akkor a Bölény, aki a Varga Mikinek volt a dobosa, a Kiki, az első emeletből, Patko Béla barátom, igen. Tehát ilyen, majdnem ilyen zenész csapat volt. De csak azt akartam visszatérve, azért, hogy figyelj, a Megyeri úton egyik ötök se vette észre, én észrevettem. Ki volt írva azért, a tribün, és a 8-as, 9-esre az volt ki, vagy tribün. Az volt festve. Hát mondottam, figyelj, újpestiek ide járnak, és nem tűntve senkinek, évtizedekig, hogy tribün van kiírva. De hogy be lehetett rúgva a festő, amikor tribün. Vagy csak tudod franciául, tribün. Tribün. Le monsieur tribün csinálta. Hát Szasza, nagyon szépen köszönjük, az abban, hogy fél óra is kevés belőled, meg még sokkal több idő is kevés lenne belőled. Azt hiszem, nagyon jó szórakoztunk, és én nagyon bízom benne, hogy a kedves nézőink is. Március 25-én. Koncert. Azt nem mondjuk, hogy hol, hogy milyen. A Made in Debrecenen. Így van, a Made in Debrecen azt hiszem elmutató, mert... Összecsapunk! És a TBM már végre egyszer férfi lesz, és kihúzza magát, és meghív a Vérfarkasba egy jó sex section-t énekelni, akkor nagyon szívesen eljövök. Ha férfi lesz. Igen. Szóval köszönjük szépen TBX, Szasza, Tamás Nándor voltam, ez volt a TBX legfrissebb adása. Én azt gondolom, hogy ismét mérföldkövet tettünk le. Mit mondunk ilyenkor? Rock and roll.